intenzív munka zajlik az EGRI tehermentesítő út ügyében. Egy megvalósíthatósági tanulmány készül. Ez a munka az év végére lezárul. Most egy nagyon fontos egyeztetési szakaszban vagyunk, amelynek az az eredménye, hogy javaslatunk szerint ez összeköti majd a 24-es és a 25-ös útvonalat, és legalább 5 ponton csatlakozik majd a város meglevő közlekedési rendszeréhez. Ez azt eredményezi, hogy jelentős mértékben tehermentesíti majd a meglevő úthálózatot, még abban az esetben is, hogyha a városon belüli, illetve a kistérségen belüli gépjármű forgalom tovább növekszik. Erre vonatkozóan rendelkezünk egy miniszterelnöki ígérettel, és az ígéret nyomán folyik ez a munka, ez számomra nagy öröm, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy Horik István kormányszóvivő ezt a előrehaladást üdvözölte a kormány nevében, és a maga részéről is nagyon fontosnak tartja. Elhangzott nagyon sok szám és nagyon sok adat itt a sajtótájékoztatón, de tulajdonképpen az egyik legkardinálisabb kérdés, ami Egert és a környéket és a lakosságot érinti, az az elkerülő út. Mit tudunk erről elmondani, milyen fázisban, milyen stádiumban van jelenleg az előkészítés? Előjelöbb azt szeretném elmondani, hogy ezek meg a fejlesztéseknek az a kiinduló pontja, hogy van egy kiváló együttműködés a város és a kormányzat között. Hiszen a kormány felismerte azt, hogy nem tudunk sikeres, biztonságos, gyarapodó országot építeni a települések nélkül. Ezért a kormány nyitott a településekkel való együttműködésre, és hála Istennek elmondhatjuk, hogy Eger városa él ezzel a lehetőséggel, Habis polgármester úr kiváló együttműködést és aktív együttműködést folytat a kormányzat minden szereplője különböző minisztériumokkal. És ennek a jó együttműködésnek a szimbóluma az M25-ös út, ezt megígérte a kormány, és ebben a jó együttműködésben sikerült is megvalósítani ezt a projektet, ezt rövid időn belül minden Heves megyei élvezheti. És természetesen, hogyha ezt a jó együttműködést tudjuk folytatni, akkor a következő ciklusban pedig garanciát tud vállalni arra a kormány, hogy az Egert elkerülő út is meg fog tudni épülni. Itt most mi a saját feladatunkat, a kormányzat a saját feladatát ellátta, hiszen egy megvalósíthatósági tanulmányt rendelt meg. Ez a megvalósíthatósági tanulmány azt igazolta vissza, amit egyébként az egriek sejtettek, hogy nemzetgazdasági szempontból ez a beruházás hasznos. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy mindenki értse, hogy Egernek kell ez az elkerülő út, ez a tanulmány, ez volt az összegzés ennek a tanulmánynak. Ez egy jó kiinduló pont. Erről a kiinduló pontról fogunk tovább menni. Viszont ehhez az kell, hogy az a jó együttműködés, ami megvolt Egerváros és a kormányzat között, folytatódni tudjon. Én sajnálattal láttam azt, hogy az ellenzéki jelölt nem a kormányzattal való együttműködést helyezi a politikájának a középpontjába, hanem a harcot a kormányzattal szemben. Én azt gondolom, hogy ha az ellenzéki jelölt ilyen politikát akar folytatni, annak az egriek, az egri polgárok isszák meg a levét, ezért mind arra bátorítok minden egri polgárt, hogy jól fontolja meg, hogy kit választ október 13-án, kire szavaz október 13-án, aki a fejlesztés és a kormányzattal való együttműködést képviseli, vagy aki azt képviseli, hogy harcolni kell a kormány ellen. Heves megye szempontjából is kiemelt fontosságúak azok a fejlesztések, amelyeket most a kormány támogat. Ez egyik a intermodális csomópont, ahová ugye a Eger iskolaváros lévén számos diák érkezik, illetve Eger, mint egy ipari centrum, van számos megyéből érkező munkavállaló jelenik meg a városban. Az elkerülő út pedig azért rendkívül fontos egyrészt a város szempontjából, hogy egy tisztább, zöldebb város lesz, hogyha a forgalom jelentős részét kiterelik innen, másrészt pedig a környezeti települések szempontjából a sokkal gyorsabb M25-ös és ezen kívül egy sokkal gyorsabb autópálya elérést fog biztosítani, így lerövidülnek azok az utazási idők, és értelemszerűen itt is kevesebb üzemanyagfogyasztással és kevesebb környezetterheléssel tudnak közlekedni a megyében élők.